Nem hallom. Köszönöm. Még jól szól. Most már hallom. Különös szeretettel köszönjük az énekvarok vezetőit, az énekvarok tagjait, felnőtteket és gyermekeket egyaránt. Hiszen tudjuk, hogy nagyon nagy örömmel és szeretettel kitartással készültek a ma délutára, hogy megörvendeztessenek bennünket a gyönyörű karácsonyi énekekkel. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek itt a vízkereszti karácsonyi időszak lezárásához közeledve, hogy hallva ismét a karácsonyi énekeket, ismét feltöltődjünk karácsony szeretetével, meghittségével, örömével, és a Teremtő Isten megváltott adományozó szeretetével. Itt a hangverseny kezdetén szeretnék újévi jó kívánságainkat is kifejezni önök felé. Kívánjuk, hogy családjainkban végem és szeretet uralkodjék. Kívánjuk, hogy mindig legyen kellő erejük, türelmük, ötletük hozzá, hogy a szeretet megvalósuljon. Tudjuk, hogy ez nem magától való, hogy ezért mindig fáradozni, mindig dolgozni kell. Ehhez kívánunk sok erőt, sok ötletet, hogy ez tényleg megvalósulhasson. Kívánjuk, hogy a környezetükben is teremtsenek békét. Hogy a szomszédokkal legyenek jóban, hogy a környezetükben élőkre is tudjanak odafigyelni. Biztosak lehetünk benne, hogyha ez megvalósul, akkor jobban érezhetjük magunkat a világban, jobban érezhetjük magunkat, és jobban érezzük magunkat a környezetünkben. Kívánjuk önöknek, hogy mindig vegyék észre, hogyha valahol együttérzőnek kell lenni, hogyha bárki örömér, akkor tudunk együtt örülni, hogyha bárki bánat ér, vagy bárki meg fájdalma van, akkor tudjunk együttérzőek lenni, és ezt az érzésünket tudjuk kifejezni. Kívánjuk önöknek, hogyha bármi vélt vagy valós bántást érez, akkor tudjon szívből megbocsátani. És kívánjuk azt, hogyha mi bármit megbántunk, azt tudjuk fölismerni, és tudjunk alázattal és szeretettel bocsánatot kérni. Kívánjuk önöknek, hogy érezzék jól magukat itt a templomunkban, érezzék jól magukat plébániánkban, érezzék jól magukat városunkban, és ha bármikor bármi segítséget kérnek, bármikor tennének valamit, akkor tegyék meg, tegyük meg, és biztosak vagyunk benne, hogy jobban magunknak tudjuk érezni templomunkat, plébániánkat és városunkat. Kívánjuk önöknek békés, örömteli, boldog új esztendőt, kívánjuk, hogy mindig hallják meg azt a csendes belső hangot, ami a szeretet rakollására szólít. Így kívánjuk önöknek szeretetteljes, boldog új esztendőt, és kívánjuk, hogy tényleg töltődjünk itt a karácsony énekekkel, és kezdjük a karácsonyt. Most kezd újulni, újulásra hív örömet, most kezd hirdetni. Hirdeti már a Messiást, eljött meglenni. Legyetek a Nagyistennek igaz képei. Új napokkal, borrózával látogass minket. Így szentelünk mi is neked végeztendőket. Elmúlt tőlünk az jó idő, melyben bántottunk, bánat miatt siralomra jutottunk. Jutott hozzánk az új idő, melyben vigadjunk, vigadással Úr Jézusnak glóriát mondjunk. Új esztendő, vígságszerző, most kezd újulni, újulásra vígőmet, most kezd hirdetni. Kedves közönségünk, a szeretettel köszöntök én is mindenkit társaim nevében, és nagy örömünkre szolgál, hogy a város kórusai és közösségei eljöttek hozzánk, hogy énekeljenek velünk. Fogadják szeretettel a műsorokat. Először a legfiatalabb nemzedék fog énekelni nekünk, a Tulipiros énekegyüttes tagjai. Uginé Vég Zsuzsanna vezetésével, illetve az ő énekével is. Énekeik az egész karácsonyi ünnepkört átíveli
Adventől karácsonyig és vízkeresztét. Végzsonnak, Ugini Végzsonnak pedig moldvai karácsonyi rántálást fogadjuk szeretettel.